Na, az a helyzet, hogy ezt a részt gyűlölöm a legjobban, és szerintem mindenki, aki játszott a játékkal, az szintén ugyanígy van vele. Ugyanis a következő csata az irgalmatlan módon szemét és rohadtul a véletlenen múlik nagyon sok minden. Nekem meg ráadásul 4 darab robbanó töltényem van, és 5 kellene annak a taktikának a kivitelezéséhez, amit most alkalmazni fogok, de majd mindjárt meglátjátok, hogy miről is beszélek, jó? Imádni fogom. Na, ez full RNG egyébként ez a csata, ami azt jelenti, hogy milyen kedve van a játéknak. 3, 4, ez kurva nagy mázli volt. Ez rohadt nagy mázli volt. Gyerünk gyorsan, még egyet legalább bele. Anyátokat. Megvan! Na, nekem most alapvetően rohadtul nagy mázlim volt, ugyanis erről szól az egész, hogy a legkövetkezetesebb, amit találtam, hogy oda kell futni az oltárhoz gyorsan, közvetlenül a közepéhez, és akkor közel fog lebegni az a rodik, akkor fölfele célozva a robbanó töltény az stunolja, ami azt jelenti, hogy egy helyben megáll és megakad az animációban. A következőt rájuk, akkor megint megakad. Ez kurva nagy mázlik el egyébként. Ezért mondom, hogy nagyon RNG az egész, tehát hogy éppen a játéknak milyen kedve van. Most éppen jó kedve, relatíve jó kedve volt. Hogyha lett volna 5 darab lőszerem összességében a robbanó töltényekből, akkor 5 darab robbanó töltényel elintézem és megtéptek? Nem, még fine-ban vagyok, és akkor hozzám sem tudnak érni a kisdenevérek igazából, mert végzek a naggyal, mire bármi történik, jó? Tehát ez kurva jól sikerült most, úgyhogy... mielőtt én bármit az égvilágon csinálnék, ennek örömére, igen, ezt fölveszem. Kövezzetek meg, gyerekek, de én nem akarom ezt újra csinálni, jó? Gyűlölöm, úgyhogy gyorsan mentek még egyet. Na és akkor ugye ezt ki is dobom szépen, mert szükségem az már nem lesz rá egyáltalán. Nézzük csak, hogy mi van még nálam, azt mondja, hogy... Az ott egy... Ja, magammal hoztam igazából egy csomó dolgot, amire feltétlenül nincsen most szükségem, de mindegy. Az pedig ott, magnum lőszer. Minek hoztam én ezeket magammal, gyerekek? Nem értem. Abszolút semmilyen szinten. Nem értem, na mindegy. Szóval, most a következő helyzet, hogy nekem kell tennem egy szép nagy tiszteletkört. Bazi nagy tiszteletkört. Amihez viszont nekem a húsát fog kelleni. Szóval, ez így van. Tehát, hogy valamit tudok ott használni fölfelé. Ugye kiszakadt a plafon. Majd fogom használni. Előtte egy kicsikét rendezgetünk, jó? Előtte kicsikét rendezgetünk, ugyanis Rebinek is rengeteg dolga van. Mi azt jelenti, hogy oda megyek most hozzá kicsikét, és megbeszélem vele a dolgokat. Szóval akkor kérem szépen, átadok neked egy ilyet cserébe, a húgsátért köszönöm szépen. Ezt megkapod, jelenleg nekem nincsen rá szükségem, tökéletes. A pisztoly az marad, exchange az... Ez jön velem, oké. A shotgunt azt jelenleg viszem magammal, igazából nem feltétlenül kell, de viszem magammal. Na most az a helyzet, hogy nem tudom, most így hirtelen nem emlékszem, tehát egy pár nap eltelt az előző felvétel és e között, ami azt jelenti, hogy nem emlékszem, hogy én hagytam-e még el hagytam-e még el valahol élettöltőt, avagy sem, de azt mondja, hogy pisztolj meg a tudsz, mindjárt visszamegyek még egy kicsit oda. Most így hirtelen nem rémlik egyébként, hogy hagytam-e ott még élettöltőt. Szerintem egyébként igen, és nem baj, hogyha van legalább 2 pluszba, úgyhogy mindjárt majd megnézem. Tényleg ez az egész kurva játék egy rohadt inventory management végig, tehát hogyha azokat a részeket kivágnánk, ahol tényleg így csereberelni kell, meg oda-vissza futkosni, hogy elhozzátok a dolgokat, és tennénk bele egy istenvetlen ládát, akkor az ilyen jó lenne. Szóval most akkor mindjárt megnézem, emlékeim megfakulván, annyira nem paszek. Miket hagytam ott? Tökéletes, már jössz is velem, oké. Benzines kanna, az marad, jó, lesz majd még. Így is egyébként majdnem G-t mondtam, tehát Rebecca az olyan szinten ki van tömve basszus, mint a kötelező volna, szóval teljesen fasza. És szépen lassan közelítünk a játék vége felé, ha jól számolom, akkor talán egy 3 darab rész van még vissza ebből az egészből. Nagyon-nagyon remélem, hogy ennyi tényleg.
Szóval akkor fogom magamat, kedves Rebitot hagyván, és itt most akkor használom a hookshotot, jó? Kihoztam mindent elvileg magammal, szóval teljesen fasza. Ami azt jelenti, hogy ide jövök és akkor meg hookshotom az egészet. Semmi más nem fog történni egyébként, csak teszek egy tiszteletkört. Így az egész templom, vagy mi az Isten körül, elvileg ez egy templom. Annyira nem kell sokáig már használni a hookshotot, hála Istennek. Túlzásba estem, hogy igazából a játék végéig kell, de ja, elég sokáig. Tehát, hogyha belegondolok, akkor jelenleg ez a 7. epizód, ami azt jelenti, hogy mi ennek a végére érünk, egy 3,5 óra eltelt. Ja. Hát ja. Na szóval, itt van egy ilyen kis kapcsoló, amit én most ki fogok használni, hogy csiholjak némi áramot, ez így van. Meghúzzuk, tökéletes. Úgyni. És én a következő miatt variáltam most itt a dolgokat. Tudom én, hogy nagyon-nagyon hordár vagyok, meg hasonlók, de nézzétek el nekem, jó? Elnézést kérek ezúton is. Cipelem magammal a dolgokat, mert tudom, hogy előfordul, hogy szükség van rájuk. Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik nagyon-nagyon ügyesek enélkül is, de én nem, jó? Na most, hogyha bekapcsoltuk az áramot, tehát itt van lift, ami azt jelenti, hogy tudunk vinni magunkkal cuccokat, ez egy tök pozitív dolog. 2 darab dolgot hagytam ott, ugye pisztolylőszert és a sárga ugye savlőszereket a gránátvetőhöz. Ami azt jelenti, hogy a 2 darab gyógyítót most én ki fogom pakolni itt, az tökéletesen jó. Oké? Tökéletesen jó. Gyerünk. Méghozzá nem máshova fogom tenni, csak hogy szopassam saját magamat is, hanem beteszem ide, ez itt tökéletesen jó. Méghozzá azért, mert kedves Vilmosunk az innen el fog tudni érni majd dolgokat. Azt mondja, hogy ezt itt kipakoljuk, köszönöm szépen. És akkor megyünk vissza, jó? Tehát 2 helyet csináltam magamnak, most ez itt teljes mértékben jó. És itt kicsit megvariáljuk a dolgokat, ugyanis át fogja venni Rebecca majd a shotgunt. Sőt, nem csak a shotgunt, hanem még a hookshotot is. Csak hogy mókás legyen a dolog, jó? Fú gyerekek. Utálom az inventory managementet, de sajnálatos módon ugye nem lehet kikerülni, szóval innentől kezdve annyira nem zavaró a dolog számomra. Szükség törvénybont, ez van. Na most innen kiszállok, menet közben szólok Rebekának, hogy jöjjön velem, mert az baromi jó. Összeszedem a cuccokat és együtt megyünk le, ez a haditerv. Egyszer egy kis cucc. Ott volt egyébként egy piros növény, azt azért nem fogom fölvenni, mert innentől kezdve 90%-ban a piros és zöld növények azok párban fognak járni, szóval annyira nem szükséges, illetve lesznek nyilván sprék is. Meg lesz plusz piros növény, zöld növény nélkül lejjebb. Most én belegondolom, hogy egyébként a magában álló zöld és piros növények száma pont megegyezik, de nem baj, igazából teljes mértékben elég lesz ez így. Na, ez mókás lesz. Very fucking funny. Na, először is Billit azt fogom magamat és beteszem ide ezen az ajtó mögé. Mert nem szeretném szivatni saját magamat. És ja, itt lesznek csúnya dolgok. Itt szerencsére csak egyetlen zombi lesz, majd később, nem is most. Ami teljes mértékben fasza. De ha már itt vagyok, akkor szeretném megmutatni nektek, hogy van itt is egy kis olvasnivaló, jó? Tehát ezzel azért el fogom tölteni az időt. Azt mondja, hogy Markus naplója 2, nézzük csak. Azt mondja, ezt az oldalt kitépték. Trouble is unlikely, but I closed my babies up in a special capsule, but it won't be safe if I hold on to it myself, I will hide it in that place. To hide the leaf, put it in the forest. Jogos? Tehát, hogy valószínűleg nem lesz probléma, de elzártam a drágáimat egy speciális kapszulába. De nem leszek biztonságban, hogyha magamnál tartom, elrejtettem őket valahol. Hogy elrejtse egy levelet, tedd az erdőbe. Ja. To open the capsule, the special stripping agent is necessary. No way Spencer's lackeys could figure out how to make it. Hogy kinyissuk a kapszulát, egy különleges leolvasztó, lemálasztó ágens szükségeltetik. Biztos, hogy Spencer nagy okosai nem fognak rájönni, hogyan kell elkészíteni. De én igen. Szóval akkor most variálunk, kérem szépen. Hookshotot azt átadjuk szépen Rebekának cserébe a gránátvetőért. Köszönjük szépen a gránátot, azt összekombináljuk ezzel, 4 az tökéletes. Rebekánál ott marad ugye a pisztoly, ami tökéletesen jó.
Hogy ezt mi a Radai Rossernek hoztam magammal, fogalmam sincsen, soha többé nem fogom használni, ez így teljes mértékben fasza. Oké, a pisztolyt azt átadjuk Billynek, cserébe shotgunér. És akkor most vagyunk faszák, oké. Tökéletes, jó, tehát akkor Billynél maradt ugye egy pár dolog. Illetve még ott van a pisztoly, ha nagyon-nagyon szükséges. You stay here. Okay. Billy, te maradjál ott, jó? Bent a sarokba. Azért teszem ide, lehetőség szerint minél sarkabbra, mert hogy később zombi fog jönni, jó? Tehát nem szeretnék vele különösebben közelről találkozni, és így még lesz annyi időm Billyvel, hogy ugye valamit intézzek. Ha már itt tartunk, akkor Billyvel szépen föl is veszem a pisztolyt. Tökéletes! Na most, azért nem hagytam Billyt kint a folyosón, mert hogy ugye bejöttem itt a lifttel, és... Ja, hol a herébe vagyok? Várjunk csak. Ja, oké, jó helyen voltam. Szóval ugye bejöttem itt a lifttel, hogyha megnézzük a térképet, akkor ugye itt a folyosóhoz gyakorlatilag teljes mértékben le van zárva, majd később ki fog nyílni, illetve van ott nekünk egy darab liftünk. Szóval kizárásos alapon most fogom magamat és bejövök ide. Nem tudom, hogy miért jöttem ki egyáltalán, na mindegy. És most fogom használni a hookshotot, ugye ott a teremnek a végén, ugye, nyilván kurvosokat láttatok belőle, amíg oda mentem egy fél pillanatra. A teremnek a végében itt van egy hull, aki majd föl fog kelni, de engem az érdekel, hogy itt most jól föl fogom tudni hookshotni magamat. Na ez mókás lesz. Ez very fucking mókás lesz. Itt első körben futok, majd később visszajövök ide, jó? Tehát jelenleg most annyira nem érdekel, hogy mi az Isten van itt. De vasz? Valaki öntudatra ébred, de jelenleg még nincsen helyem hozzá, hogy bármivel foglalkozzak, ami ott van, jó? Tehát innentől kezdve nem foglalkozok vele. Na most először is fogom magamat és ezt a kapcsolót ezt szépen benyomom, ami azt jelenti, hogy egy fal az fölhúzódik itt, ami tök jó, engem nem tudnak piszkálni. Viszont ugye ott, ahol volt az ajtó, ugye ahol bement Billy, ott viszont ugye fogta magát és szépen előmászott egy ilyen zombáj, amit, vagy zombáj, ugye ez a Leechman, vagy mi a radaírosebb, ami egy tök jó dolog egyébként, hogyha azt vesszük, kivéve, hogy nem. Na mindegy. Szóval első körben ugye itt fogom magamat, itt le is teszem szépen a hookshotot. Köszönöm szépen. Itt fölveszem ezt a... Gyerünk. Sose elég belőle. Illetve ha már itt vagyok, akkor fölveszem szépen az üveget is, ami ide tartozik. Nem oda, oda még nem tudok menni. Üveget, ami hozzá tartozik, csak először kidobom. Mondjuk ezt, mindegy igazából. Tehát csinálok magamnak minél többet. Nem sokat fogom használni, gyakorlatilag ez az utolsó rész, ahol én még használni fogom bármire. Következő egy-két rész, aztán ezzel kb. Kifújt, jó? Tehát annyira nem kell vele foglalkozni, úgyni. És akkor most hozzáveszem a többit is. Van is kicsi helyem, tökéletes, köszönöm szépen. Azaz. A hookshotot ugye kipakoltam, van helyem, úgyhogy elhúzok innen, mint a vadlibák. Úgyis legközelebb itt kell majd használnom, szóval innentől kezdve engem nem érdekel, hogy mi van vele. És akkor most megyünk a következő terembe. Ja, igazából hiába a fröcsköl meg egyéb, tehát nem itt van nálunk, szóval rohadtul nem érdekel. Abszolút semmilyen szinten nem érdekel, jó? Na most itt... bassza meg! Ne szaladjatok bele, jó? Ez egy kurvára fontos dolog. Oké, tehát hogy véletlenül se szaladjatok bele ezekbe. Ezek a zombik mindaddig nem aktívak, amíg nem futtok nekik, szóval... Caution, persze, hogy caution, mindig beleszaladok ebbe a szarba, na mindegy. Szóval akkor megint olvasunk. Azt mondja, hogy Leech Growth Records, tehát hogy pióca növekedési rekordok, február 3-1978. Administrated tea into four leeches, they will to survive leads them... Their will to survive leads them first to parasitism and predation, then they breed and multiply. Tehát, hogy a tét négy darab piócába ültettem. Az akaratuk, hogy túléljék, először parazita viselkedésre veszi rá őket, aztán vadászatra, később pedig sokszorozódásra, szaporodásra és sokszorozódásra. Such a single-minded biology makes them attractive candidates for bioweapon research. Ezek az egyszerű elméjű biológia, az egyszerű elméjű biológiájuk miatt nagyon vonzó alanyok a biofegyvergyártáshoz. Afterwards, no major changes observed. Ezután különösebb változást nem vettem észre. 1978. február 10. 7 days since administration of tea, rapid growth to double former size, signs of transformation emerging. Tehát egy 7 nap telt, mióta beadtam a tét, duplájára nőtt a méretük, és folyamatosan
transformáció jeleit mutatják. Spawning suspectful, tehát egy sikeres spawning, nem tudom most hirtelen mi az magyarul. They double their numbers in 1 hour, but their ravenous appetites lead them to cannibalism. Hasten to increase food supply by close to. Tehát, hogy óránként megduplázódik a számuk, de a hatalmas éhségük miatt kannibalizmusra hajlamosak. Több ételt adtam nekik, de így is elveszítettem 2. 1978 március 7. Provided them with live feed, but lost health when the live food fought back. However, the leeches are learning from experience and are beginning to exhibit group attack behavior. Élő eledele letettem őket, így is elveszítettem a felüket, mert az alany visszatámadt. Viszont a piócák, és nem jut eszembe, hogy pióca, komolyan ilyen egyszerű szó, tehát viszont a piócák tanulnak és tapasztalatot szereznek, és kezdenek csapatosan támadni. They are also seizing cannibalism, their evolution is exceeding expectation. Abba hagyták ezen kívül a kannibalizmust is, az evolúciójuk minden várakozást felülmúl. 1978. április 22. The leeches no longer exhibit individual behavior, even when not feeding. They move as a collective, they consume everything I offer with remarkable efficiency. A piócák többé nem külön egyedenként viselkednek még akkor sem, hogyha esznek. Együtt mozognak. Mindent felfalnak, amit adok nekik, hatalmas hatékonysággal. 1978. április 30. An employee has stumbled onto my experience. Can a human be a food source? How will the leeches respond? Egy alkalmazott rájött a kísérleteimre. Lehet ember is a táplálékuk? Hogy fognak a piócák reagálni? 1978. június 3. A day worthy of commemoration. Today they began to mimic me. Surely they recognize their father. Wonderful children. No one will take you away. Szóval ez egy emlékezetes nap. Ma elkezdtek utánozni engem. Nyilván felismerik az apjukat. Csodálatos gyermekeim. Senki nem fog elvenni tőlem. Csodálatos, bazd meg az, hogy utánoznak. Mi, ugye? Örülünk. Öröme bódottá. Na most, mivel rendkívüli módon rohadtul sok izén van, ilyen nem ezért kicsit használom őket. Nézzük meg, hogy megy zombi ellen. Hát szó. Oké, ennél többet nem akarok elhasználni, igazából vannak még ott is, szóval, ja. Hagyok még magamnak mókázni valót. Gyere, te pénisz! Gyere! Azaz! Buksi mínusz! Tökéletes! Na most, itt jelenleg olyan túlságosan sok mindent nem fogok tudni csinálni, azon kívül, hogy olvasok megint. Sok olvasni való van itt egyébként. Investigators report, tehát, hogy nyomozó riportja. Dr. Marcus, co-founder with President Spencer of the Umbrella Corporation, disappeared 20 years ago. The results of his research have been kept under wraps the entire time. Dr. Marcus, Spencer elnök úrral együtt az Umbrella Corporation alapítója 20 évvel ezelőtt tűnt el. A kutatási eredményeit még mindig titkolják, egész idő titkolják. The reason became clear here at the training facility run by Dr. Marcus, well, not here exactly, but underground. When we ventured below, we understood. Az ok teljesen tisztává vált, amikor megtaláltuk a kiképzőközpontot, amit Dr. Marcus irányít, hát nem pont itt, hanem a mélyben. Amint lementünk, megértettük. There we found the evidence of Dr. Marcus's research into the T-virus prototype called Progenitor, the evidence of years of hideous experimentation that used company employees as guinea pigs. Ott megtaláltuk a bizonyítékot Dr. Marcus kísérleteire a T-vírus prototípussal kapcsolatban, amit Progenitornak nevezett. Több éven keresztüli szörnyű kísérletek eredményét, ahol a cég alkalmazottait használta kísérleti nyúlnak. We cannot know how many were forced to become subjects, but based on the evidence, no less than 20 individuals were involved. Some of them were taken deliberately to keep the corporation's secret safe. De nem tudjuk, hogy hány alanyt kényszerítettek arra, hogy kísérleti alanyok legyenek, de a bizonyítékok alapján legalább 20 őt. Néhányat szándékosan vittek el, hogy a cég titkait titokban tartsák.
Where the doctor is now, I don't know, but considering the recent rapid growth of Umbrella Corporation, I can't help but think that this research is continuing. Hogy hol van a doktor, azt nem tudom. De figyelembe véve az Umbrella Corporation gyors növekedését, biztos vagyok benne, hogy folytatják a kutatásokat. Yes, his experiment lives and continues to grow in the dark. Those things, the fruit of his research, they fill this facility. Igen, a kísérletei élnek, és a sötétben tovább gyarapodnak. Ezek a dolgok, a kutatási gyümölcsei megtöltik ezt a ezt a telepet. Többi oldal hiányzik, ami nem baj nekem igazából. Na most ugye nekem stripping agent kell. Azért küldtem egyébként ide Rebekát, mert ő fog tudni itt... Igen, mixing set, neki van mixing setje, úgyhogy Grim Chemical-t azt már bele is tömtem. Úgyhogy egy nagy szarban leszek, akkor itt van egyébként egy spray, de jelenleg még teljes mértékben jó vagyok. Tudjátok, itt magammal viszem, biztos, hogy biztos adok. Nem, majd úgyis jövök vissza ide, jelenleg most semmiféle félnivalóm nincsen. Szóval. Következő helyzet, hogy én most felszedtem ugye ezt a gázt ugye egyrészt. Következő, ami kelleni fog, az itt van. Jelenleg még ugye senki nem kötekedik el, ami teljes mértékben fasza. És akkor itt pedig van... Igen. Na. Hozzátok ugye a zöldhöz a piros... mi az istent? Vegyszert, és innentől kezdve ugye csináltunk egy stripping agentot, ami egy totálisan tök jó dolog. Szóval, stripper agenttel együtt most akkor fogjuk magunkat és elhúzunk innen, mint a vadlibák. Nagyon gyorsan. Nagyon fucking gyorsan. Ja, mondjuk itt nem nagyon érdekel igazából, hogy mi az isten van. Szóval teljes mértékben fasza az egész. Itt pedig... Ja nem, itt összeszedtem, bocsánat, elnézést. Szóval most teljes mértékben fogom magam is, és visszamegyek oda, ahol ugye volt az a... mi az isten, a hosszúkarú kis rohadék. Nem baj, hadd legyen csak. Minél gyorsabban jó, próbálok nem tökölni menet közben. Úgyni. Elég gyorsnak kellene ahhoz, hogy ne csapjon le, szóval nagyon jól fog jönni majd az a... Mi az isten? Gyerünk! Fordul gyorsan, befelé. Szevasz te pénisz, köszönöm szépen. Igen, most összeszedek egy kis mintát a... Igen, ott van ugye a minta a... Mi az istenekből ugye? Ezekből a dögökből. Ez is megvan, köszönöm. Te csak ne szórakozzál itt velem, jó? Nem, francba. Gyerünk! Ja, közben ezt meg tudom csinálni egyébként, hogy ezt így összekombájnolom, és akkor megmarad ez. Ezt így szépen kikukázzuk. Lehet, hogy most meg fogják tépni a seggemet, de nem baj egyébként, mert még mindig teljes mértékben időben vagyok. Úgyni, megvan. Az is megvan. Most ne kapjon el, ha elkapasz, se baj. Elkapott, nem baj. Nem probléma. Tovább futunk, jó? Tovább futunk, és... Úgyni. Teljes mértékben jók vagyunk. Oké, nem kell vele foglalkozni. Azért nem kell vele foglalkozni, mert ahova visszafele megyünk, ott igazából nem zavar jelenleg minket senki. Aha, korsonben vagyok, ami totálisan pozitív dolog lenne, hogyha... Ja, oké. De nem baj igazából, mert ugye van nekem ott egy spray, ami mindjárt segíteni fog rajtam. Még mielőtt tovább mennék, ide szépen bejövök, és itt fogom magamat. Na, szóval, mindenképpen itt töltsétek föl pirossal, jó? Azonnal, ne szórakozzatok vele, jó? Tehát... Nagyon sokára fog kelleni, és nagyon-nagyon rohadtul messze van a következő ilyen piros szarság, oké? Szóval, most akkor a következő van, hogy ide szépen bejövök. Mondom, bejövök. Szerencsére itt már elvileg mindenkit kiírtottam, szóval ezt nyugodt szívvel föl tudom venni. Tökéletes, köszönöm. Itt be is toltam a fejembe. És most pedig a lifttel leküldöm szépen Vilmosunknak ezt a cuccot. Ami nálam ugye igen, köszönöm. Ezt nagyon gyorsan váltok is vidre, ahogy ezt leküldtem. Gyerünk, ugyanis most viszont a zombi az föl fog éledni odalent, jó? We are not happy.
Ja, hogy kinyírta addig, amíg én nem figyeltem, értem, ilyen is van egyébként. Semmi probléma. Tökéletesen jó. Tehát ugye, akit éppen nem irányítunk, azzal továbbra is tud működni egyébként, attól függően, hogy milyenre lett állítva, ugye ő nem idle-re lett állítva, hanem arra, hogy ugye határozott jelleggel támadjon, ami azt jelenti, hogy használt is lőszert látjátok, jó? Tehát megoldott a saját maga, szerencsére egyébként Rebekának így a fölturbózott lőszer az tökéletesen fasza. Na most akkor. Következő az jó lesz. Billyvel jól állunk, oké, és élettöltő garmadája van nálam. Ezt pedig most szépen fölhúzom ide, és futás. Most, ahogy kijövök, itt lesz egy ugye ez a csápos mitunk rász igazából, de hogyha eléggé gyors leszek, akkor nem probléma, mert négy lövéssel meg tudom ölni. Egy, kettő, három, négy. Most előfordul, hogy ez nem elég neki, de nem probléma, akkor is igazából valószínűleg már nullán van az élete neki, szóval... Mondom én, látjátok? Látjátok? Tehát ilyenkor ugye leugrik lábra. Még nem kezdett el fölfújódni, ez igazából neki az öngyilkos támadása, ami azt jelenti, hogy még egyszer kimegyünk, egy darab pisztolylövést le fogok adni rá, és utána pedig visszajövök ide. A robbanást nem várom meg, jó? Tehát az fáj. Mondom, látjátok? Most ahogy fölfúvódik, ez az öngyilkos támadása neki igazából. Bejövünk, kimegyünk, ennyi. Oké? Tökéletesen jók vagyunk. Addig közben fogom magamat is, föltöltöm a pisztolyomat is. Most ugye jelenleg totálisan tök üres mindent elhasználtunk ugye a gránátvetőhöz, ami azt jelenti, hogy eléggé ugye netes a dolog, de van. Most igazából hiába hangoskodik, ugye nincs itt semmi az égvilágon. Én pedig most ki fogom tenni szépen itt gránátvetőileg az egészet, köszönöm szépen. Ami helyen van az... az nem is biztos, hogy fog kelleni igazából, de nem baj, igen. Tehát ugye itt Markusnak a feje van, mint ahogy a másik ajtón is egyel följebb. Ami azt jelenti, hogy itt ezt szépen bele tudom tenni, és ki is nyílik. Tökéletes, köszönöm szépen. Most itt még nincs is olyan nagy probléma egyébként. Itt még nincs is olyan nagy probléma. Tehát ahogy bejövünk ide... Itt nincsen senki, ellenben van némi lőszer. Köszönöm szépen. Valamint, hogyha egyel beljebb jövök, akkor itt ugye van egyrészt valamilyen jogarszerű cucc. Tökéletes. Van még egy helyen, vagy elbénáztam? Jó, hogy van valami más is itt, igen. Tehát itt van, azt mondja, hogy valami van a fénykép hátuljára írva. Jamesnek a ballagásunk alkalmából 1939. James? Csak nem James Marcus. De. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Ja, szóval az életkora alapján az a fickó talán Marcus fia vagy unokája. Nem, az Marcus, jó? Úgy ahogy. Most itt, ahogy beléptek, azonnal lövünk, jó? Azonnal lövünk, ide jövünk, szépen fölveszünk, és már húzunk is innen, mint a vadlibák, oké? Okay? Soha többé nem jövünk ide, megpróbáljuk elkerülni azt, hogy na, azaz, jó, nem kelt föl, kiváló, tökéletes. Időnként telefordul, hogy a zombik azok fölkelnek, az annyira nem egy fasz a dolog. Itt pedig már nincsen semmi, nem is fog kelleni semmi, szóval megyünk vissza szépen. Tökéletes, mennyi helyen van. Kettő darab helyen van, tudjátok, mint ezt elviszem magammal, akkor jó, biztonság kedvéért, a gránátvető az majd később fog csak kelleni, úgyhogy még egyenlően nem foglalkozok vele. Élettöltőt az amennyit lehet, ugye hurcolok magammal továbbra is, tehát nyilván nem fogok tudni mindent, nincsen láda, hogy szakadna meg, de ugye szerintem hozzászoktatok ahhoz, hogy minden egyes Resident Evil játékban én bőven több dolgot hagyok a ládában, mint amire valójában szükségem van, ugye? Ugye? Szóval akkor most kettő dolgot gyorsan megcsinálok, amíg itt vagyok, az egyik az, hogy itt szépen fogom magamat is, igen, Operation Room, fölküldöm szépen Rebekának ezt a cuccot, ugye, hogy örüljön neki, egyrészt. Innentől kezdve pedig ugye majd át tudja venni. Köszönjük, szerencsére ott nincs már senki, csak tovább fog tudni menni majd az ajtón. Másik pedig az, hogy fölveszem, igen, tudom, hogy itt van. A másik pedig az, hogy ugye most gyorsan, mielőtt még tovább haladnánk, kérem szépen, egy gyors mentést még eszközölök.